most éppen zöldséges ládákat mosok a nagynyomás mosóval. Azért tettem ide, mert idáig elér a vezeték, viszont a vizet pedig innen vételezem, ezekből a kannákból, és azt találtam ki, hogy alá teszek egy ilyen egyszerű személyi mérleget, 30 kilóról indulunk, kitáráztam magának a kannának a súlyával a mérleget, és így tudom, hogy mennyi víz van benne. Próbálkoztam azzal is, hogy átvilágítani, vagy belevilágítani a kannába. Ennek a kannának vékonyabb a fala, és itt működik is a dolog. Tehát itt, hogyha belevilágítok, nem tudom mennyire látszik majd, hát ilyen nagy napfény most nem látszik, de simán lehet látni benne a vízszintet, viszont a másik kanna anyaga sokkal vastagabb, és ott már nem lehet átlátni rajta, ezért maradtam ennél a módszernél. Ez tök jól működik egyébként, és most ezeket a zöldséges ládákat mosom le, amit gyalázatosan néztek ki. Ilyen volt az egész láda, tehát durván szennyezett volt, és ez simán lehozza róla, és itt a járdán szépen lemosom, és megy a vizes árokba a víz. Liternyi víz bőven elegendő volt ennek a négy zöldséges ládának a lemosásához. Most már végre egyszerű lesz a fűnyíró megtisztítása munka után. Lássuk, hogy hogy is boldogul ezzel. Erre most egy jó rászáradt fű van az alján, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy fogja eltávolítani. Most pedig igyekszem úgy megtisztítani, hogy a motorba ne kerüljön ezeken a réseken víz, hanem csak ide koncentrálok erre a részre. Egyébként van magán a fűnyírón is egy tisztító nyílás, ahova rá lehetne csatlakozni egy csővel, és ott meg lehetne tisztítani. Majd ezt is mindjárt megnézem, hogy lehet-e majd azzal a fokozattal, ahol csak én spriccom, tehát mutatom is, tehát hogy ezzel a... hogy félünk attól, hogy bekerül valahova a víz, akkor érdemes ezt használnunk. És most nézzük meg, hogy hogyan működik ez a spirálisan forgó fej, illetve maga a vízsugár fog forogni a spirálisan. Sokkal erősebb elvileg ez a vízsugár, ezzel általában betont vagy tetőcserepet és hasonlókat lehet tisztítani. Lássuk!
Nos, ez a fej sokkal jobban porlasztja a vizet. Tehát például a Kerher K5-ös vagy K7-es ilyen nagynyomású tisztítójának, vagy nagynyomású mosójának az ilyen körfej az sokkal hatékonyabb volt. Ez nagyon-nagyon porlaszt, úgyhogy ezt most kihagyom, visszacserélem az eredeti fejre. Nos, íme ilyen lett az asztal. 150 liter víz után, és ha ezt beszorozzátok körülbelül 3 perccelre 30 literenként, akkor ki lehet számolni, hogy ez jó néhány perces munka volt, viszont ugyanazt csinálta a felülettel, hát most jól összekenem a kesztyűmmel, de gyakorlatilag ugyanaz történt a felülettel, mint amikor egy korábbi videómban felcsiszoltam egy ilyen műanyagasztalt. Tehát a felső napsugárzás által megégetett felületet, az gyakorlatilag lekapja róla innen az asztalról, körülbelül 2-3 cm-re kell tartani a vízsugarat is teljes nyomáson ahhoz, hogy ez megtörténjen, de egészen elképesztő. Én biztos vagyok benne, hogy így a festéket is akár fáról, vagy bármi másról el lehet távolítani ezzel a géppel, és itt nem lenne elég 130 vagy 140 báros nyomás sem, tehát ide kell a maximum. Ugye itt a maximum 180 bár, de tartósan azt gondolom, hogy ilyen 140 bár tud ez a gép is, amelyikre 140 bár van írva, az meg szerintem ilyen 120-at, ha tud teljesíteni. Úgyhogy abszolút elégedett vagyok vele. Viszont meglepett, hogy a forgófejjel nem volt hatékonyabb, sőt, ezzel hatékonyabb, amikor a széles sávút használom, és természetesen, hogyha a szűk sávot használjuk, akkor is nagyon jól lesz, sőt, akkor még erősebb a nyomás, viszont azt gondolom, hogy azzal sokkal kevésbé tudunk haladni. Úgy gondolom, ha beszorzom, hogy 10 liter körülbelül 1 perc, akkor gyakorlatilag a 150 literhez az kb. 15-20 perces munka kellett ahhoz, hogy ezt meg tudjam oldani, de azt gondolom, hogy az eredmény önmagáért beszél, viszont hogyha kútvízből nyerjük ezt a vizet, onnan szivattyúzzátok, akkor ez is ingyen van gyakorlatilag. Így néz ki most teljes valójában a műanyagasztal. Hát rá se lehet ismerni, azt gondolom. Csak a második fokozaton, az autómosásos fokozaton lemosom ezt a gumilapot. Ezt az utánfutóban szoktam használni, és legutóbb agyagot szállítottam vele, azért néz ki így. És most nézzük meg, hogy mennyire alkalmas szőnyegtisztításra. Az autó szőnyegét azt már kitisztítottam vele, tehát tudom, hogy nagyon jó munkát végez. Először kezdjük az első fokozattal, hogy ne veressük nagyon bele a szennyeződést. Jöhet a második fokozat. Rengeteg szennyeződést eltávolított belőle, előtte természetesen ki kell porolni, ki kell rázni. És most lássuk, hogyan boldogul a kerti műanyag székkel. Nézzük hármason.
Sajnos ugyanaz a helyzet, hogy bele van égve a műanyagba ez a feketeség, ezért nagyon-nagyon nehéz dolgunk van, tehát hármas fokozaton egyszerűen kitépi azt az előregedett műanyagot a friss műanyagból, és ennek köszönhető az, hogy újra fehér lesz a szék. És most kipróbálom automosáshoz tisztítószerrel, amit adtak hozzá. Azt írja a leírás, hogy 1:3 arányban kell vízzel bekeverni, tehát tettem bele körülbelül 1 decilliternyi ilyen tisztítószert, és ehhez fogok keverni most 3 deciliter vizet. Megpróbálom így félkézzel a helyére illeszteni, van benne egy szűrőbetét is ezen a csövön. Ezt kell ide becsúsztatni. Így félkézzel nehéz. Jó, ez a helyén van. Rápattintom a dugót is. Érdemes ilyenkor még lejjebb tolnotok, amennyire csak lehet, hogy tényleg beleérjen a vízbe. Remélem egyébként, hogy beleér. Már rá is csatlakoztattam immáron a vezetékes vizet, tehát most már nem tartályról. Most az autót az elég macerás lenne. Úgyhogy sikerült megoldanom, hogy éppen időben akciós volt 3000 forintért egy olyan 20 méteres ilyen cső, amihez voltak csatlakozók is, és nagyon praktikus ez az önelzárós csatlakozó. Ugye, ha rácsatlakoztatom a készülékre, csak akkor engedi a vizet. Arra vigyázzatok, hogy csak akkor csatlakoztassátok a készülékre, ha már a láncsát felszereltétek. Hát én is most elkövettem azt a hibát, hogy rácsatlakoztattam, és elkezdett ugye jönni a nagyomású tömlőn is a víz. Kénytelen vagyok erről az oldalról videózni, mert pont arra viszi a szél a permetet. Elvileg majd elkezdi a habot szívni, és tisztítószert is visz fel az autóra. Ugye nagyon lényeges, hogy ha nagyon fölmelegedett az autótok, akkor ne azonnal a hideg vizet locsoljátok rá. Én beszoktam permetezni ilyenkor így. Tehát így távolról egy kicsit megszentelem, és aztán, amikor majd lehűtötte a felszínt, lehet is látni, ha ide ráfújok, hogy elkezd párologni a víz gyakorlatilag. Kosszréteget, ezt a filmréteget egyáltalán nem tudja lehozni. Nagyon oda kéne nyomni neki szerintem nagy nyomással. Úgyhogy most beállok az árnyékba, hogy ne száradjon rá az autóra ez a víz, és szépen áttörlöm egy mikroszálas törlőrongyal, majd utána visszatérek a nagy nyomású mosóval, és utána tisztára mosom vele. Immáron viszont a tisztítószeres tartályból majd ki fogom üríteni a tisztítószert. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem szívott föl semmit belőle. Most már bevonultam ide az árnyékba, és ezzel a mikroszálas professzionális törlőkendővel áttörlöm az autót, mivel saját tisztítószer nem nagyon fújt rá, ezért úgy döntöttem, hogy egy kis autósamponnal én átmosom, úgyhogy ez már az öblítés utáni állapot. Tehát átmostam ezzel, áttöröltem, még először csak a tetejét, azt lemostam vízzel, és most következik majd a végső simítás, tehát az alsó régiókat is áttörlöm ilyen mosószeres vízzel. Természetesen olyat érdemes használni, hogyha otthon mostok, ami biológiailag lebomló, tehát ilyet is adnak egyébként a készülékhez, azt is nyugodtan használhatjátok, de bármi más, ami hasonlóan biológiailag lebomló termék, azt tudjátok használni idehaza is. Nos, így néz ki az autó felülete, miután megtisztítottam. Ez csak ez a vegyszeres tisztítás, valószínűleg ebben is vannak olyan anyagok, amelyek későbbi védelmet is nyújtanának, de én nem elégszem meg ezzel, hanem de most, hogy már tiszta a felület, most alkalmazhatom rajta ezt a nanotechnológiás tisztítószert. Föl kell rázni, mielőtt felviszem, rá kell spriccelni egy mikroszálas törlőkendőre, és ezzel áttörölni az autót, majd 2-4 órán keresztül nem érheti víz az autót. Most ezt fogom kipróbálni, nagyon bízom benne, hogy jó eredménnyel. Most még egyszer lemosom a kerekeket is. Nagyon ügyelni kell arra, hogy a gumikat nem szabad nagy nyomással mosni, tehát ott lejjebb veszem majd egyes szintűre a nyomását az automosónak. Ez azért szükséges, mert szeretném a gumikat is és a műanyag alkatrészeket is leápolni. Ezt a szert egyébként föl lehet vinni nedves autóra is, és föl lehet vinni száraz felületre is, majd utána 2-4 óráig nem érheti víz az autót, ennyi a kitétel, és lehetőleg ne napsugárzásban, tehát a tűző napon végezzük ezt a műveletet. Lassan a végére érek az autótisztításnak. Amit még elvégeztem, azon kívül, hogy egy felületkezelést végeztem a fényezésen, azt egy külön termékkel, most a külső műanyag és a gumi alkatrészeket is leápoltam egy másik szerrel, ami direkt erre való. Nagyon vigyázzatok, hogy nem mindegyik ilyen gumiápoló és műanyagápoló alkalmas a kültéri ápolásra, hiszen ehhez UV-stabilnak kell lennie, és hát
meglehetősen jó minőségűnek, hogy ezt megtehessük vele. Én azt gondolom, hogy most már elértem szinte a tökéletes állapotot, tehát most már elégedett vagyok a fényezéssel is, elégedett vagyok a műanyagokkal is, és ugyanezt az anyagot lehet használni itt a beltérben is, úgyhogy most már a belterület is szépen kitisztítottam, kiporszívóztam, mondhatjuk, hogy a havi nagy takarítás az megtörtént. Ez gyakorlatilag egy nagy külső-belső takarítás, porszívózással, akár kárpittisztítással és a műanyag elemek ápolásával, és ezután gyakorlatilag ugyanúgy néz ki az autó, mint hogyha új lenne. Igaz, hogy 20 000 kilométer van még benne, és alig múlt 2 hónapos, tehát azt gondolom, hogy nincs is miért panaszkodni, hiszen nyilván újszerű az állapot. És tekintve, hogy én kétharmad részt autópályán közlekedem, ezért nagyon megkímélt is. Na, úgyhogy ezzel a kis kitérővel be is fejeztem az autó takarítását, és mondhatom, hogy sajnos ez a nagynyomású mosó nem alkalmas arra, hogy helyettes azokat a profi autómosó berendezéseket, amelyekkel például a benzinkutak mellett találkozunk, hiszen azok forró vízzel működnek, mikroszemcsét permeteznek az autóra, ami eleve tisztít, tehát ez így hideg vízzel meg sem közelíti, hiába nagy a nyomás, ezt csak úgy tudjátok alkalmazni, hogyha itt a felületeket utána törlőrongyal és némi tisztítószerrel áttörlitek, akkor el lehet érni ugyanazt az eredményt, és aztán ugye ott van egy másik anyag is, ami egy szárítás segítő és fényesítő viaszt is tartalmazó anyag, az vízlepergetővel könnyebben tisztítható a következő takarításnál. Itt ez nincs meg, tehát ezt nekünk saját anyagokkal kell megoldani, de azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha hazaérkezem egy nagyobb sáros útról, és le kell takarítani az autót, akkor nagyon jó szolgálatot tesz, illetve ami nagyon fontos, hogy amikor majd télen hazaérkezem a sóslével bepermetezett autóval, akkor fogom elővenni szépen a fűtött garázsból ezt a nagynyomású mosót, és letakarítom, lemosom ezt a sóréteget az autóról. Ezzel nagyon-nagyon sokat tehetünk az autónkért. Higgyétek el, minden egyes perc, amit az autóápolásra szánunk, azt meghálálja az autó, mert egy nagyon szép állapotú lesz, akkor is, amikor mondjuk 14-15 év múlva megválunk tőle. Én valószínűleg ennél sokkal korábban megválok majd tőle, hiszen érkezik nem sokára az új Suzuki S-Cross, ami már automataváltós lesz, hiszen full hibrid technológiát kap, tehát nem ez a lágy hibrid lesz, hanem egy full hibrid. Abban a pillanatban, hogy sikerül letesztelnem, és tudja hozni ezeket a fogyasztási értékeket, a menetdinamikát, azt a kényelmet, mint ez, akkor nagy valószínűséggel akár már az év végén váltani fogok. Valószínűleg beszámítják majd az új autó árába, és azért is választottam a Suzuki-t, mert nagyon jól tartja az árát, tehát néhány 100 000 forintnyi veszteséggel át tudok majd ülni az új autóba. Lássuk, hogy boldogul 3-as erősségi fokozaton az útporával. Itt van az a felület, ami félkész állapotban van, ezt csak beáztattam még. Ez pedig már az a felület, amit teljes mértékben átmostam, ez úgy vélem, hogy nagyon jó. Most már teljesen tiszta, és itt van, ameddig elért a nagynyomású mosó. Tehát ennyire brutálisan sáros és poros volt az út. Úgyhogy bízom benne, hogy most gyakorlatilag egy 20 méteres szakaszt letisztítok, és innen már nem fog felverődni por, mert gyakorlatilag ha kint hagyom az autót, akkor abszolút vége van az egésznek, tehát kezdhetném előről az automosást is, meg egyszerűen minden tiszta por nálunk így, hogy itt fölverik az autók.